Ugye nekünk van még egy darabunk ebből a konakionból, mert én tudtam előre, hogy ez problémás lesz. Ugye itt le tudjuk kérdezni, hogy ez mikor várható, például a Hungarofarma közli, hogy október esélyen. Hegedűs Gyula, szexeli gyógyszerész éppen azt mutatja, hogy valóban nincs a patikákban a csecsemőknek fontos K-vitamin tartalmazó konakion ampulla. Ez a helyzet másfél hónapja áll fenn. A gyógyszerész szerint ez nem egyedi eset. Rendszeresen előfordul, hogy egy-egy gyógyszer hónapokig hiányzik a patikákból, aminek a hátterében szerinte állami szervezési probléma állhat. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet a készlethiányt gyártói problémával magyarázta, ami csak október végére rendeződhet. Az intézet ezért több hónapra elegendő, összesen 58.200 doboz másfajta K-vitamin behozatalát engedélyezte 5 nagykereskedőnek. Ez július közepére érkezhet meg a patikákba, ám jóval drágában lehet majd hozzájutni, mondja a gyógyszerész. A konakion, az import konakion 5.700 forintba kerül, míg a régi konakion 1.000 forint alatti fogyasztói áras volt. Vényre ugye a 400-valahány forintos támogatással ez csak 360 forintba került a betegeknek, azonban az új importgyógyszer 5.000 forint feletti költséget fog jelenteni. A K-vitamin injekciót az anyatejjel táplált újszülötteknek és csecsemőknek vérzékenység ellen kell szájon átadni 6 hónapos korig. Győri Gábor szerint nincs ok pánikra, mert a gyerekeknek mindössze nagyjából 1/1000-e születik olyan fokú K-vitamin hiánnyal, ami pótlás nélkül súlyos következményekkel járhat. A újszülött korban egy nagyon ritka, de előforduló betegség az újszülött kor vérzéses megbetegedése, ami a K-vitamin hiányon alapul. A véralhadásnak egy elengedhetetlen feltétele a K-vitamin, és amennyiben az nincs meg, akkor bizony ez a betegség kialakulhat. Az anyateljes táplálás az egy K-vitaminban nagyon szegény táplálási mód, ezért kell kívülről beadnunk. Úgy tudjuk, a kormányzat tervezi, hogy társadalombiztosítási támogatást ad az 5.800 forintos injekcióra.